A régóta játszóknak bizonyára vannak olyan kedvenc lapjaik, amik már nagyon régiek és kevésbé tudjátok őket használni a mai formatban, pedig régen nagyon ütősek voltak. Hát igen, nekem is. Viszont ne csüggedjetek, ugyanis vannak olyan idézőjeles ősrégi lapok, amik ma is helytállnak a párbajokon. És most nem a kékszeműre és barátaira gondolok, ezeken kívül is vannak. Ezekből hoztam nektek párat. Man Eater Bug. Egy flip-effektes szörny, amiket én piszkosul szeretek. A szörny kicsit gyengécske, de nem is ebbe van az ereje. Ugyanis a képessége máj napig képes lépést tartani. Ha flip által idéződik meg, akkor pusztíts el egy szörnyet a mezőn. Akárhonnan, akármelyiket. Ez egy tökéletes csapda, és ez gyakorlatilag mindig működik, mert legtöbbször nem számít az ellenfél egy ilyen lapra. Penguin Soldier. Még egy flip-effektes lap. Ha flip által idéződik meg, akkor válasz két szörnyet a mezőn. Ezek a lapok visszakerülnek a tulajdonosa kezébe. Gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az emberevű bogár. Akármelyik szörnyet, akárhonnan. Csak ezek nem pusztulnak el, hanem visszakerülnek a kézbe. De ez bőven elég ahhoz, hogy revansolni tudj. Vagy ha a paklidban van olyan lap, aminek a képessége csak ezáltal aktiválódik, akkor szintén hasznos lehet a jó öreg pingvin katona. Morphing Jar. Ha már így belemerültünk a flip-effektes lapokba, akkor egészítsük ki az egészet háromra. Ha flip által idéződik meg, déjà vu, akkor te és az ellenfelet dobjatok el minden lapot a kezetekből a temetőbe, és húzatok öt lapot a paklitokból. Pakli pusztító pakli, exódia pakli, vagy szimplán egy szar helyzet visszafordítása. Erre mind jó ez a lap. Bátran merem ajánlani a mostani formathoz is. Mondjuk meg sem néztem, ezek közül van-e olyan, ami banlistás. Messenger of Peace. Az 1500 vagy annál magasabb attackpontú szörnyek nem támadhatnak. Minden várakozó fázisodban fizes 100 életpontot, vagy ez a lap elpusztul. Csekély ár egy ilyen jó lapért. Ugyan nem egy Swords of Refueling Light, de még így is nagyon jó. Burn és Inflict pakliba például én mindig beleteszem. De nem csak oda jó, egy ilyen lap bárhol megállja a helyét. Jinzo. Negálja az összes csapda effektjét, ami a mezőn van, és nem is aktiválhatóak. Nem idegesítő, mikor az ellenfél mindig a támadásod alatt aktiválgat csapdákat? Na ez a lap megakadályozza ezt. Egy elég erős szörny, ami könnyen megidézhető, és ilyen fasz a képessége van. Hátrány, hogy a te csapdáidra is hatással van. Ettől függetlenül ez egy igen szerethető lap. Mondjuk engem kicsit megrémült az artworkje. És nézzünk még egy utolsót. Ancient Rules. Ez a lap Atom. Az egyik kedvencem. Speciálisan megidézhetsz egy level 5-ös vagy annál magasabb normál szörnyet a kezedből. Ez egy nagyon erős képesség. Blue Eyes deckből például ki se hagynám, pedig egyáltalán nem mai lap, 2006-ban jelent meg, de még így is képes lépést tartani a mai meta lapokkal. Hátrány persze, hogy csak normál szörnyet idézhetsz meg így, de ez annyira nem is érdekes. Szerintem egyetértetek velem, hogy ennek a lapnak itt a helye. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett, és ha esetleg van olyan régi lap, ami szerintetek megállja a helyét ma is, akkor írjátok meg kommentben. Ha szeretnétek ennek a videónak folytatást, akkor azt is írjátok meg. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és küldjetek egy lájkot. Ha szerintetek túl sok a ha, akkor is. Sziasztok!